Egy friss hazai kutatás szerint egyre többen választják az aktív kikapcsolódást, fenntartható, egészséges és a helyi gazdaságot is támogatja. Az aktív turizmus szerepe egyre nő, az aránya a hazai turizmusban már eléri a 45%-ot. A nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy az aktív turizmus az idegenforgalom legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik, és már is jönnek ennek a részletei. Köszönöm szépen, a kutatás szerzője, az Ökonomusz szenior elemzője, Németh Viktória a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük kérem szépen azzal, hogy akkor leírjuk, hogy mit is jelent az, hogy aktív turizmus. Ha én elutazom valahová, és mondjuk sokat úszom a tengerbe, akkor elég aktív vagyok ahhoz, hogy aktív turista legyek, aktív turizmusban vegyek részt? Elég tág ez a fogalom, hogy mit jelent az aktív turizmus, és tulajdonképpen, hogyha az én utazásomnak az a fő cél, hogy úszással töltsem az időmet, akkor ez tulajdonképpen besorolható ebbe a kategóriába. Elég széles a kör, hogy akár egy ökoturisztikai központot látogatok meg, gyalogos túrán veszek részt, vagy kerékpárral, de ugye egyre divatosabb például elmenni vitorlázni. Az aktív Magyarország program például számításba vette a saját kutatásába azt is, hogy a hazai sípályákat milyen intenzitással veszik igénybe a magyarok, de most már a lovas turizmusnak is van egy egyre erőteljesebb vonulata Magyarországon. Több példát is említett, és itt mellettünk a falon is látszódik, hogy kerékpároznak, gyalogolnak, természetben vannak. Hogyha rangsort lehet állítani, akkor melyik a legnépszerűbb ilyen forma ma Magyarországon? Nehéz versenyezni a gyalogos turizmussal, akik a túrázást választják, körülbelül minden második ember gyalogol, de ez nem azt jelenti, hogy valaki csak az egyik formáját űzi a különböző túrázási formáknak. A második legnépszerűbb a biciklizés. Például minden harmadik ember azok közül, akik a túrázást választják, szeretnek kerékpározni. Azon gondolkozom közben, hogy nyilván van egy gazdasági haszna, erről is beszélünk majd mindjárt, igen. Na de hát, hogyha a természetben vagyunk, hogyha gyalogolunk, az erdőben járunk, vagy éppen kerékpározunk, hát akkor az a szervezetünkre is nagyon jó hatással van. Milyen tovagyűrűző hatásai vannak az aktív turizmusnak? Számos egészségi, pszichikai kedvező hatása is van. Nagyon jó módja ez a mentális kikapcsolódásnak, a stresszlevezetésnek, ezzel kapcsolatban is nagyon sok kutatás van, és hát ugye az egészségügyi funkciók közül azért a prevenció egy elsődleges funkció, amit érdemes kiemelni, hiszen nagyon fontos az, hogy az államnak nem, illetve az egyénnek is nem a betegségre kell elkölteni bizonyos összegeket, illetve nem betegszabadsággal kell valakinek az idejét tölteni, hanem ki tud ténylegesen kapcsolódni, és ez az egész testének, lelkének egy nagyon fontos pihenési mód lehet. Az aktív turizmusnak milyen szerepe van az idegenforgalmi ágazatban? Abszolút mondhatjuk azt, hogy kiemelten fontos, nagyságrendileg minden második turista Magyarországon részt vesz valamilyen módon az aktív turizmusban. Ez nem azt jelenti, hogy az elsődleges célja az ő utazásának az, hogy elmenjen gyalogtúrára vagy kerékpározni. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy összekapcsolják ezt a turisztikai célt más módokkal, például egy wellnesses nyaralással, vagy ha például valaki elmegy gasztroturizmus keretében, például a Balaton partjára bort kóstolni, akkor ez egyáltalán nem kizáró ok, hogy nem menne biciklivel, vagy akár az egész tavat körbe kerülheti, vagy egy-egy szakaszt megtehet a Balaton körüli bicikliútból. Sokat beszéltünk a turizmusról, illetve a turizmusnak a nemzetgazdaságban betöltött szerepéről a koronavírus járvány alatt és után is. Amikor az is kiderült, hogy egyre többen választanak olyan úti célt, vagy akár az aktív turizmust, ami kicsit távolabb van a nagyvárosoktól, egy kicsit ki lehet szakadni a hétköznapi mókuskerékből, kisebb társaságok is képesek akár 2-3 napig kilépni az online térből. Hogyan reagál az ágazat erre a megjelenő igényre? Azt mondhatjuk, hogy nagyon dinamikusan fejlődik az aktív turizmus, maga a sportturizmus is, és igen, a koronavírus járvány egy mérföldkő volt, ami egy lendületet tudott adni az ágazatnak, és egyre többen választják ezt a kikapcsolódási formát, és például, ha megnézzük azt, hogy a kempingezés a szállásformák közül hogyan fejlődött, a kempingezés
eltöltött idő, akkor azt látjuk, hogy 70%-kal nőtt például a 2020-as évhez képest 2023-ra a kempingezőknek az aránya. Nyilván ott volt egy nagyon nagy beszakadás, de azt is látjuk, hogy a kempingezés volt a turizmuson, szálláshely típusokon belül az, amelyik a leginkább válságálló volt a koronavírus járvány időszakában is. Hogyan hat a gazdaságra az aktív turizmus? Ugye beszéltünk már sokat arról korábban is, hogy a turizmus mekkora szeletet ad a gazdaságban, de maga az aktív turizmusnak milyen szerepe van? Sokszor szoktunk arról beszélni, hogy helyi termékek vásárlásával, helyi szolgáltatások igénybevételével tudjuk igazán erősíteni a hazai gazdaságot. Az aktív turizmus az egy tipikus példája annak, amikor általában helyben maradunk, nem megyünk el külföldre, és olyan kis térségeket látogatunk meg, ahol hazai kis- és középvállalkozásokkal találkozunk, az ő szolgáltatásaikat és termékeiket vesszük igénybe. De ez a trend összhangban van például a fenntartható fejlődéssel. Nagyon sok párhuzam megfigyelhető, hogy aki az aktív turizmusban részt vesz, sokkal inkább odafigyel, sokkal környezettudatosabb, akár a szemetet is szelektíven gyűjti, jobban odafigyel, miután hazamegy, és a természettel közvetlenebb kapcsolatba kerül. Tehát nagyon szerteágazó az, az említett egészségügyi hatások is fontosak, az életmód ra is nagyon pozitív hatásokkal tud lenni. Egy percünk van hátra, de említette a fenntarthatóságot, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sok hír szólt a tömegturizmusról, és hát arról, hogy ezzel kapcsolatban a Kanári-szigeteken is már próbálnak valamilyen korlátot szabni, Velencében napi díjat, bár ott arról lehet olvasni, hogy nem csökkentette a turisták számát, de hogy azok az úti célok, azok a desztinációk próbálnak valamit tenni a tömeggel szemben. Az aktív turizmus vajon mikor érhet el egy olyan szintre, hogy a serpenyőben egyensúly legyen? Nagyon megoszlik, főleg így a koronavírus járvány után, hogy ki milyen turizmus típust választ. És azt látjuk, hogy van, akit arra sarkalt a koronavírus járvány, hogy inkább teljesen kompakt, luxus igényeket kielégítő szállásformákat, illetve szolgáltatásokat vegyen igénybe, viszont a lakosságnak egy másik része nem csak Magyarországon, hanem világszerte éppen abba az irányba mozdult el, hogy az aktív turizmust, a belföldi turizmust, közeli célpontokat válassza, és a fenntarthatóság minél inkább fontos szemponttá váljon az ő esetükben. A főszezon az most indul, majd beszámolunk természetesen arról is, hogy hogyan alakult akár az aktív turizmus területén is. Németh Viktóriának köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.